Igazi kerékpáros ünnep volt az elmúlt napokban Tolnán. A hétvégén megmutathatták ügyességüket a drótszamarasok, és bár nem hivatalosan, de felavatta az elkészült kerékpárutat a Peszhofer Ágnes Tolna és Fülöp János Fad polgármestere is egy könnyű kerekezéssel. Sok éves álom várt valóra, mondta Fülöp János fadpolgármestere a projekt hivatalos átadó ünnepségén, hiszen hosszú éveken át próbálkozott a két település azzal, hogy forrásokat teremtsen erre a beruházásra. A kitartó munka eredményhez vezetett, és bár a megvalósulás nem volt mindig könnyű, ahogy a Peszhofer Ágnes Tolna polgármestere fogalmazott, végül is beteljesült egy álom. Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy az utóbbi években azért nagyon sok ilyen alkalomra volt módom. Tehát én nagyon szerencsés helyzetben vagyok, azt gondolom, polgármester ennek a városnak, mert hogy most olyan fejlesztések tudtak megvalósulni az utóbbi években, amelyekre már nagyon régóta vágytak a tolnaiak, erre nem csak a tolnaiak, hanem a faddiak is, és még mindenki más is, aki egyébként a környéken lakik, és ezt a kerékpárutat vélhetően használni fogja. Igen, hát ez mindenképpen egy olyan beruházás, amire büszkék lehetünk, és éppen néhány nappal ezelőtt avattuk fel polgármester úrral, és végig kerékpároztunk a kerékpárúton, és azt gondolom, hogy büszkék lehetünk valamennyien, akik bármilyen módon részt vettek ebben a projektben. Sajnos Fadnak még nincsen strandja, és a faddiak kerékpár így nagyon egy jó kerékpárt le tudnak jönni Domborival hétvégén fürödni. Készülünk mi is egy strand létesítésére. Remélem, hogy az őszi topos pályázat kiírásokban már megtaláljuk a megfelelő pályázatot, és Faddon is lesz strand, de hát nyilván a dombori strandok jobban kiépítettek, ugyanúgy ingyenesek, mintha esetleg Faddon is elkészül lesz, és ugyanezt gondolom én a tolnai szempontjából is. Tehát ez elsősorban domborinak számít, hiszen egy sokkal nagyobb látogató számot tudunk ezzel produkálni, hiszen mondom, ez a megye egyetlen ingyenes szabadtéri strandja. Két éve egy komoly fejlesztést tudtunk végrehajtani, egy 140 millió forintos pályázattal felújítottuk a strandokat. Az ön pillanataiban arról sem lehet elfeledkezni, mondta a Peszhofer Ágnes, hogy ez egy sok nehézséggel terhelt munka eredménye. Akkor, amikor az ember egy másfajta projektet valósít meg, értem ez alatt azt, hogy felújít egy meglévőt, akkor azt gondoljuk, hogy mindenképpen könnyebb egy zöldmezős beruházás, hiszen ott nem lehetnek olyan úgymond csontvázak, amelyek a projekt közben esnek ki. Hát ez nem így van. Tehát a kerékpárút azért nagyon-nagyon sok kihívást adott a számunkra, és itt most nem is önkormányzatként, hanem leginkább a menedzsment részéről voltak azok a feladatok, amelyeket folyamatosan nyomon kellett követni, és azok a problémák, amelyeket meg kellett oldani. Értem ez alatt azt az akár aprónak tűnő részletet, hogy az, ahol a kerékpárút jelenleg, az új kerékpárút megépítése megvalósult, az nem volt önkormányzati terület. Tehát akár néhány tíz négyzetmétert kellett a telekszomszédainktól megvásárolni. Tehát ez is már egy, hiszen nem egy ilyen telekszomszéd van, hanem számos. És ez is összegében nem egy nagy összeg, de mégiscsak egy elég komoly kihívás volt számunkra, hiszen itt telekalakításokat kellett végrehajtani. Tolna, mondja a Peszhofer Ágnes, mindig is a járás meghatározó települése volt, és így van ez ma is. Ezekkel a közös beruházásokkal, ahogy fogalmazta, újabb szálakkal kötődnek egymáshoz a környező települések. Az nem kérdés egyébként, hogy mindenképpen a tolnai járásnak a vezető települése, úgymond az Tolnaváros. Hát ez nyilván adódik abból, hogy a közigazgatás több területe is elérhető a városban, illetve hogy például van gimnázium, van középiskola a városban, és hát nyilván sokkal többen lakunk Tolnán, mint a többi településen, de én azt gondolom, hogy minden lakos ugyanolyan fontos a tolnai járásban, lakjon az Tolnán vagy Fácánkertben.
és éppen ezért, ahogy a megnyitóban is mondtam, ez az első köldökzsinór, amivel egy kicsit közelebb húztuk magunkhoz egymást faddal, és én nagyon remélem, hogy Fácán Kettel és Bogyiszlóval is lesz alkalmunk majd egy ilyen szalagátvágásra. Nyilván a mi járásunkból, illetve a térségbe tolna a központ. Ezt mi tudomásul veszük és örülünk is neki. Nagyon jó az együttműködés a tolnai önkormányzat és a faddi önkormányzat között. Én remélem, hogy tudunk több közös projektet a jövőben csinálni, hiszen Tolnára sokan járnak dolgozni a gimnáziumba. Most jó időben gyakorlatilag a gyerekek simán átkerekezhetnek. A Tolna mindenképpen egy erőközpont, és hát mi igazodunk ehhez természetesen, és mondom, törekszünk arra, hogy jó legyen az együttműködés, és közösen tudjunk megvalósítani majd különböző projekteket. Most nyilván először talán a Tolnát Szekszárddal és Bogyiszlóval összekötő kerékpárutat említeném, amit már próbáltunk a megyénél ugye elültetni Szekszárddal közösen. Ez nyilván megint csak Domborinak, tehát nekünk jelentene ilyen szempontból a turizmusnak a fellendülését. Ez lenne elsősorban a legfontosabb. És nyilván oktatás területén, hogy bárhol lesz lehetőségünk, akkor együtt fogunk működni. Én azt gondolom, hogy kell, hogy ennek legyen folytatása, és nagyon boldog lennék, hogyha a járás településeim túl, akár Szekszárddal is tudnánk egy ilyen köldökzsinort kialakítani, hiszen van ötletünk arra, hogy lehetne a két település, Szekszárd megyei jogú várost és Tolna várost összekötni kerékpárúttal, hogy ne csak Tolna és Fad, hanem Szekszárd és Tolna között is biztonsággal tudjanak közlekedni kerékpárral. Az átadott kerékpárút megközelítően 13 km hosszban épült, melynek fele a közút mellett fut, biztosítva ezzel a biciklisek biztonságát, a másik fele pedig belterületen halad. A projekt teljes költségvetése 613 millió forint volt, mely összeget gyakorlatilag teljes egészében a pályázati támogatásból fedezhették az építők. A kerékpárútra 2016-ban nyújtotta be igényét a két önkormányzat, és a végleges lezárásra 5 esztendőre volt szükség.